Az ötödik helyet szerezte meg a magyar női ifjúsági kézilabda válogatott a montenegrói világbajnokságon. A világverseny élményeiről és tanulságairól Danyi Gáborral, a csapat szövetségi kapitányával beszélgettünk. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó eredmény volt. Az első három csapat, a dán, a norvég és az orosz csapat, ők előttünk vannak, ők jobbak. De én azt gondolom, hogy olyan csapatokat megelőztünk, mint a svéd, akár a spanyol, aki ki se jutott, a francia csapat, a horvát csapat. Semmi okunk a szégyenkezésre. Öt győzelemmel és egy vereséggel tudtunk ötödikek lenni, ez a lebonyolításra is talán jellemző, de nem keresek kifogásokat. Én azt gondolom, hogy nagyon jó helyt álltunk, kiváló egyéni teljesítményekkel. Egyik példája például a Sírián Szederke, aki azt gondolom a legjobb játékosa volt a világbajnokságnak beálló poszton. Ő most az első csapatban megkapja a lehetőséget, hogy bizonyítsa a tehetségét, saját nevelés, győri nevelés, úgyhogy ez dupla örömet okoz. Mi kell ahhoz, hogy legközelebb feljebb lehessen lépni, akár egy dobogós helyezést meg lehessen csípni a VB-n? Még több munka, egy pici szerencse, mert azon a nap, amikor a helyosztókat játszottuk, a román csapat jobb volt nálunk, ezt el kell ismerni, de talán másnap másképpen alakult volna. De én azt gondolom, hogy reálisan a helyünkön vagyunk. A magyar csapat az ötödik helyért Svédország gárdáját 31-25-re győzte le, a világbajnokságot pedig Dánia korosztályos csapata nyerte.